nyugati turisták megjelenése komoly veszélyeket is rejt, hiszen a jól öltözött vendégek a szocializmus viszonyai közé már puszta jelenlétükkel becsempészik a kapitalista jelen. A nyugati életmóddal és életszínvonallal bárki találkozhat. Elég végig sétálni Siófok utcáin, és ez nem kevés vágyakozást, elkeseredettséget szül. A fejlett tőkés országokból érkező turisták egy része különzködésével elősegíti a nyugat iránti illúziók erősödését. Részben szavakkal csap propagandát a nyugati életformának, máskor a szimpadias autócsodákkal, vagy egy cigányzene mellett elköltött pezsgős vacsorára. Ne felejtsük el, a kapitalista országokból érkező átlag turista odahaza nem átlag ember, hanem a vagyonosok szűk csoportjának tartozik. A tőkés ország jó részt. Everybody knows where you have been. You think I can't see? I can't even smell them on your clothes. And I don't know how you got to be so lazy. You're almost never here. This is your home. Ain't that peculiar? Now it's very clear there's something else out there that means more to you. Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. 'Cause if it isn't him, then frankly I don't know who's gonna take the rap. 'Cause Sally didn't show, she's not coming back. Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. And if it isn't him, then who's it gonna be? When that fella Frankie's gone, well, I'm hoping that it's me. Now Sally's coming home. When I find old Frank, that'll be the end. This situation, there'll be tears to cry, 'cause I intend to give him an education. Look him in the eye and give him back the pain that he gave me. Then I'll say goodbye to him and to my Sally Ann. No one to save me. Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame. 'Cause if it isn't him, then frankly I don't know who's gonna take the rap. Because Sally didn't show, now she's not coming back.
Viszontlátásra, jó napot!